Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Excellenciás, uncius úr, érsek és püspök atyák! Mindenek előtt Isten éltesse uncius atyát ezen a csodálatos szép napon. Elnök úr, államtitkár úr, tisztelt egyházi és világi előjárók! Külön szeretném köszönteni azokat az atyákat, akiket Áron püspök szentelt fel. Külön szeretném köszönteni azokat a híveket, akiket ő bérmált. Kedves zarándok testvérek, kedves székely testvérek, drága csíkszentdomokosi hívek! Krisztus követésében segítőink támaszaik a szentek. Ezen a héten is az Anya Szent Egyház, Szent Dabján és Kozma vértanút, nagy egyházatyaként Szent Jeromost, Páli Szent Vincét, vagy pedig Szent Mihály főangyalt ünnepli. Életükkel segítséget mutatnak Krisztus követésére. De saját életünkben, korunkban is szükséges olyan szent életű embereknek a példája és mintája, mint amilyen Márton Áron püspök volt. Ha még nem is szentként tiszteljük, de élete példájával, jó melletti kiállásával, a szenvedés példás tűrésével mindannyiunkat segíti. Érdekes módon az emberek, az emberiség különböző rekordokat hajszol. Föltüntették valahol, hogy valaki 75 ezer keresztrejtvényt alkotott. Valakik 75 ezer pillepalacból építettek egy hidat. Mások 75 ezer kockából állítottak össze egy tábla csokoládét. 75 ezer diák mosott egyszerre kezet. De sehol nem láttam följegyezve azt, nem találtam a rekordok könyvében, hogy a Securitate miszerint 75 ezer oldal gyűjtött róla össze, és ezekkel az iratokkal Márton Áron püspököt vádolták, úgynevezett bűneit próbálták összegyűjteni, felsorolni. Úgymond bűne az volt a püspöknek, és korábban is, hogy rávilágított a liberalizmus, a bolsevizmus és a fasizmus elfogadhatatlan tanításaira. Ezek látszólag különböző, de sok szempontból hasonló elveket valló ideológiák összefonódására. Hisz tagadják és nevetségessé teszik, tették Istent, annak tiszteletét. Tagadják és tagadták, hogy van anyag és van szellem. Tagadják és tagadták, hogy van test és lélek. Márton Áron püspök rávilágított arra, hogy a vadliberalizmus miatt millió és millió család esett szét, szenvedtek begyógyíthatatlan sebeket anyák, apák és gyermekek. Millió számra pusztultak el, védtelen magzatok, szereztek gyógyíthatatlan lelki sebeket asszonyok. De felemelte szavát és tiltakozott a fasizmus embertelen ideológiája miatt is. Védelmére kelt az elhurcolt zsidóságnak. Könyörtelennek nevezte azt a rendszert, amely faji alapon állított szembe embert emberrel, nemzetet nemzettel, felsőbbrendű és alsóbbrendű fajokat hirdetett. És rávilágított a bolsevizmus szörnyűségeire is, aminek következtében milliók pusztultak éhen, valamint száz és százezreket kínoztak meg, öltek meg, hurcoltak el hitük miatt. El akarták pusztítani az egyházakat is. Kedves zarándok testvérek! Márton Áron püspökünk szavai és tettei mindig is összhangban voltak. Tetteit, cselekedeteit nem befolyásolták, hogy hol van. Szemináriumban, hívei között, a hatóságok kínvallatói előtt, börtönben vagy házi őrizetben. Ugyanúgy egyenes és szeretetteljes volt. Tettei, cselekedetei súlyán mit sem változtatott, hogy szerpapként, plébánosként vagy püspökként szállt szembe az elnyomokkal, állt ki az emberek az elnyomottak védelmében. A második bécsi döntés után itt maradt Gyulafehérváron, hogy védje Dél-Erdélyben híveit, támasz nyújtson
az árván maradt magyarságnak. Vajon ezt a hatalmas döntést hányan hoznánk meg ugyanígy? Észak-Erdélyben a román emberek ellen elkövetett bűnök miatt tiltakozott a magyar hatóságoknál. Elfogadhatatlannak tartotta a bosszút. Komolyan vesszük az emberi nagyság ezen üzenetét? Sok-sok megaláztatás támadás ellenére vallotta, hogy az egymásba ékelten élő két népnek békében egymást tisztelve kell élnie. Felismerjük-e a mai kor keresztény ellenes időszakában, hogy ortodox, protestáns és katolikus keresztények csak összefogással maradhatunk fenn? Felismerjük-e, hogy a békesség szerzés mekkora érték szemben a sokszor kívülről szított békétlenséggel? Tudunk-e szigorú és következetes fegyelemmel és megbocsájtás eszközeivel élni, mint ahogy ő tette a megtévedt papjaival, akik a békepapságban látták az egyetlen menekülési lehetőséget? Tudunk-e humorral helyre tenni megtévedt, a kényelmet előtérbe helyező embereket, mint ahogy ő tette egyik plébánosával, aki sokat utazott, majd amikor olyan helyre helyezte el, ahol nem volt állomás, és a püspökét megkérdezte a plébánost: na de püspök úr, itt nincsen állomás, nincsen vasút. Mire a válasz az volt: nem állomás főnöknek helyeztelek ide, hanem plébánosnak. Kiállunk-e az üldözött keresztényekért, a magzatokért, a családokért, ugyanúgy, ahogy a nő tette? Megmentjük-e a kiüresedett Európát? 5 év börtön és 10 év házi őrizet megfigyelés szenvedéseiből tisztán és hitében megerősödve folytatta Krisztus szolgálatát. Képesek vagyunk mi erre megpróbáltatásaink közepette? Követjük-e jelmondatát? Non rusco labor, recuso laborem, nem futok meg a munka elől. Leszünk-e jelek, ahogy ő tette? Excellenciás nuncius úr, excellenciás érsekatyák, püspökatyák, kedves zarándok testvérek! Öröm töltötte el szívünket, hogy a Mártonáron év kapcsán ezrek és ezrek láthatták a róla készített kiállítást. A magyar kormány képviseletében Potápi Árpád államtitkár úrral boltogan jöttünk erre a mai búcsúra Mártonáron püspökre emlékezni. De boldogan jöttek az zarándokok is Ausztriából, Őrvidékről, Szlovéniából, Muravidékről, Szerbiából, Vajdaságból, Románia szerte és sok tájáról, Párciumból, Székelyföldről, Boldvából, Csángóföldről, Ukrajnából, Kárpátaljáról, Szlovákiából, Felvidékről, és természetesen Magyarországról. Biztos vagyok benne, hogy Rómában is boldogok, hogy Mártonáron szent életű püspök tiszteletére ennyi országból sereglettek ide a hívek, ezzel is jelezve, hogy Krisztus élő egyháza ma is megvan. Azt azonban nem tudhatom, hogy a döntés mikor születik meg. Isten szolgája boldog és később szenté avatása ügyében. De addig is örömmel és boldogan mondjuk hétről hétre, szentmiséken, imádságainkban: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Isten áldja Önöket, csodálatos ez az ünnepség.